Tegnap egy szuper speciálra kezdtük el a szombati napot, ahol egyből rajtba elment az átbeszélünk, ezért úgy fejből mentem nagyjából végig. Az elején a tempós részben ott egyáltalán nem voltam képbe. Ezáltal elég sokat is kaptunk. Persze nem csak erre fogom, mert én is elég bánatlan voltam. Reméljük, a mai nap jobban fog sikerülni. Várjuk a kezdést.
Nagyon örülünk, hogy itt lettünk. Nagyon jó volt itt is menni éjszakon. Volt egy kis fék problémánk egész nap. Hátuljában nem nagyon volt fékünk a kocsin, ezt most az utolsó két gyorsot sikerült helyrehozni. Sikerült a kategória harmadik helyre, meg a kupába is a harmadik helyet megszerezni. Eredményes volt, megérte följön, én úgy érzem. Én nagyon örültem, hogy leesett most az utolsó gyors előtt, mert Nagy Norbi ment előttünk egy 8-9 másodperccel, és úgy gondoltam, hogy ha talán leesik, akkor van egy kis esélyünk. Szerencsére így is lett, sikerült visszahoznunk, így meg lett a harmadik hely. Kaptunk 20 másodperc büntetést, meg két lassítót elvittünk a fék gondok miatt, nem állt meg egyáltalán az autó, majdnem be is estünk a zárokba, de ha az nincs, akkor megvan a harmadik hely, de az abszolútban, de ennek is nagyon örülünk. A horvát rallyasa nélkül, meg a szelepék nélkül ez nem jöhetett volna létre, mert ők nagyon sokat segítettek most ebben, hogy itt lehettünk, illetve Dolással is tudnak köszönjük.